korán kell, ne? Az álmos. Szevasztok, srácok, jó kis korai indulás, mert hogy az úti cél terv szerint Csehország, és most nem repülünk, hanem autóval megyünk, és a címből is kitaláltatok, hogy az új Ford Ranger-t fogjuk letesztelni. Ugye a Raptor már volt ősszel, most jön a rendes Ranger, a lakossági, és abból is elvileg a Y-Track felszereltség, de úgy inkább ez a lényeg, hogy na a rendes hétköznapi használós mezőgazdaságra, mindenre is vontatni, pick-upja a Fordnak, megújult, de most jól letesztelni. Na menjünk! Hát ide is értünk, nem volt egy rövid út, de biztosan megérte. Nézzétek meg, milyen jó kis hangulatos színt, milyen teret csináltak ide, mert hogy itt van mögöttem, ne is húzzuk az időt. Próbáljuk ki, nézzük körbe az új Ford Ranger. Na gyertek! Gondoljatok bele, hogy szerintem az egyik legismertebb modellje a világon a Fordnak ez a terméke, mert hogy 1982 óta gyártják folyamatosan, ez a legújabb, az ötödik generáció. Azért is hívják T6-nak, amit majd kicsit később megbeszélünk, mert az az alvázra van értve, az annak a neve, és ugye új alvázon ül az egész autó. Tehát, hogy 82 óta gyártják, több mint 180 országban értékesítik, 6 gyárban gyártják, 4 kontinensen, mindenhol is van belőle. Tehát tényleg egy nagyon-nagyon nagy dolog, amikor egy ilyen autó megújul. Talán nem okozok azzal nagy meglepetést, hogy ennek az autónak is növelték a méreteit. Főleg a tengelytávját, így megnézitek, és a nyomtávját. Mind a kettőt 50 mm-rel, és itt elől tolták ki a tengelytávot egész ide előre, ezért jobb lettek a terepszögei. 28,5 volt az első terepszöge, itt pedig 30 fok lett kereken ezzel a kis előre toldása. És azzal pedig, hogy szélesítettek a nyomtávon, az első legfontosabb dolog, amit változtattak, az a felfüggesztés, mert hogy már nem az alvázból jön ki, hanem kitették mellé, és ezzel sokkal kényelmesebb lesz elvileg a hétköznapi vezetés. Már én is teszteltem tavaly decemberben a Ford Ranger Raptort, mert ugye az volt az első új Ranger, amely kijött, de most már ugye itt van egy Y-Track, itt vannak Tremorok, és most már elérhető az összes felszereltségi szint ebből. De, ami nagyon fontos, az, hogy ugye minden új Ranger-ön ez a C formájú nappali menetfény lesz, még nagyobb hűtőmaszk, mint láthatjátok, és azért is kell, mert hűteni kell, igen, azt a V6-os dízelmotort, ami ott van. Változtattak a rögzítési pontokon is, mert most már kettő lesz, ide balra, és ide jobbra is lehet, vagyis igazából mind a kettőre lehet, és akkor összejön egy kábelbe, hogyha vontatsz, vagyis kihúzol valakit, vagy éppen a saját Ranger-edet kell valonnan kihúzni, jobban elosztja az erőt, és nem fogja annyira megrántani az alvázat. Jelen esetben én most a Y-Track felszereltségről fog beszélni, tehát azt is mondom, hogy ebben már nagyon kifinomult és nagyon ügyes LED lámpák vannak, ami még a távolsági fényszórókkal is kitakarja a szembe jövőt, és nem fogja elvakítani. Oda kerül egy Y-Track felirat, hátra is kerül Y-Track felirat, és jövünk hátrafelé, az egyik legfontosabb része ez egy pickupnak. Jelenleg itt egy ilyen mini workshop-szerűben meg is mutatják, hogy mit is lehet egy ilyen autóval csinálni. De még először, ami fixen mindegyiken rajta van, mutatom azon is, az egy ilyen oldalsó fellépő. Arra, hogyha te így ide teszed a lábadat, akkor egész egyszerűen föl tudj lépni és beláss a platóba, vagy éppen be és kipakolj onnan. Ez a felszereltség fixen dupla kabinos változata jön, ezt szeretik már az ügyfelek. Apropó ügyfelek, több mint 5000 jelenlegi Ranger tulajdonost kérdeztek arról meg, hogy mit szeretnének az új autójukban, az új Rangerjükben, hogyha fejlesztenek. Az egyik az volt például, hogy fér rá a rendes Euro raklap, tehát az 1,2 m x 800-as, és látjátok, mivel szélesítettek a nyomtávon, oda a kerékjáratív is kikerült, még szélesebb lett a hely, és pont arra elég, hogy ide már fér egy raklap. Továbbá ki van alakítva az a kis műanyag, ugye ez egy ilyen kemény műanyag borítás, ki van alakítva úgy, hogy ilyen lemezekből tud így szekciózni a pickupodnak a hátulját, tényleg arra, hogyha te mindennapi munkákat végzel vele. Az is nagy segítség, hogy mint már megszokhattuk talán az F-150-ből, ha valaki nézett olyan videót, vagy akár látta élőben, hogy jutott ebbe is már hátra akár 230 voltos töltés, így például töltheted az aksidat, mehet róla zenebona, mindenféle, és ha megnyomod azt a kis gombot, akkor felárasan elektromos plató rolót kapsz, egy nyomással megállítod, másikkal visszamegy, ami fixen ezüst lesz. Amit szintén szeretnek az ügyfelek, hogy ilyen satúval be tudod fogadni abba a nyílásba az ilyen lécedet, hogyha te ilyet kérnél, és ez megvan mindegyiken, ha éppen használni fogod, ha nem. Azon kívül, hogy mennyire pakolható egy pickup,
bizonyos konfigurációkban akár több mint egy tonnát föltehetsz ide-hátra. A legfontosabb az, hogy mennyit tudsz vontatni, és igen, ez is tud 3,5 tonnát, tehát 3500 kg-ot elhúzni. Na és akkor most már tényleg menjünk előre, nyissuk ki ezt a motorháztetőt, hogy mivel is vontatod ezt el. Nézzétek meg, mekkora, alig érem fel az én kis 170 cm-emmel. Na, hát végre megkapta azt, amit sokan kértek, még több erő. More power, baby! Tehát megkapott egy V6-os dízelmotort, 2 darab turbó, 240 lóerő, 600 Nm, hátsó kerék és természetesen összkerékhajtás belülről kapcsolva. Ezt a motort még a Ford 2018-ban fejlesztette ki, először az amerikai piacra, mert hogy kellett valami válasz a Dodge Ram 1500 3 literes dízelmotorjára, és ez volt egy 3 literes V6-os biturbós dízelmotor, amit most már megoldottak ezzel az új alvázárendezéssel, hogy beleférjen nem csak 4, hanem 6 hengeres motor is, láthatjátok, hosszában van, nagyon szépen elrendezve. Nem lett annyira mélyre nyomva, mint mondjuk volt a Raptorban, de szerintem így is teljesen jó lesz, meg hát jó nagy bódé, úgyis dőlöngélni fog jobbra-balra. 60 fokos elrendezésben vannak a hengerek, alumínium hengerfej, élvileg nagyon bírja a terhelést, és azt is mondta a Ford, hogy mínusz fokoktól plusz 50 fokig mindenhol tesztelték ezt a konkrét autót, a Wildtrack-et, mert hogy ez kell az ügyfeleknek. Hát, ez majd a hosszú távon kiterül, de a lényeg, hogy oké, eddig is tudott 3,5 tonnát elvontatni, de most már erő is lesz hozzá. Gondolj bele! Ráakasztasz 3,5 tonnát, meg még pakolsz rá 1 tonnát, meg ültök is benne, ez az egész szerelvény lehet 6400 kg egybe papíron, és ahhoz most már van jó sok lóerőd. Jelen esetben 240 és 600 Nm nyomatékod. Báááá! De jó lesz vezetni, kíváncsi vagyok. Érdekesen hangoznak számomra azok a mondatok, mikor elmondják, hogy egy ilyen pick-up már családi autóként is funkcionál, vagy funkcionálhat, és ez a cél, hogy ezt is kiszolgálják. Hát nem lehet mindent egy autóval megoldani, de az tény, hogy fejlődnek folyamatosan ebbe az irányba, most már még több hely lett itt a második ülés sornál, és egész normális már, ha megnézitek, a hátsó támlának a dőlése, tehát nem annyira azt érzed, hogy itt egy egyenesen ősz és rosszul leszel a dőlöngélés miatt, de hát ezt majd a hosszú idő megmondja annak, aki itt ül. Kapsz 2 pohártartót ebben a könyöklőben, láthatjátok, hogy bőrülésekről beszélünk, és azt nyilatkozták, hogy ez tovább fogja bírni, mint az előző Ranger-ök gondoltak is bármire, mert nem lett konkrétan megfogalmazva, hogy melyik bőrrel volt a probléma a múltban, de elvileg figyelnek, hogy ez jobban bírja a gyűrődést. Ha már a platón van 230 volt, akkor ide is került belőle, és láthatjátok mindenféle, tehát tud USA dugót, tud európai dugót, tud ausztrál dugót. Mellé jön egy darab USB-C, egy sima USB, és itt már hátul is felfedezhetők ezek a baromi jó levegő rostélyok, amik ugye kicsit hajaznak az első hűtőmaszkra. Én nagyon imádom őket. De menjünk előre. Én imádom ezeket a pick-upokat, de nekem pláne nagyon kellenek ezek a küszöbök, meg ezek a kapaszkodók, mert hát azért ez a hasmagassághoz tényleg már szó szerint be kell, vagy inkább fel kell ülni. Becsukom az ajtót, hogy ne legyen akkora szél. És hát nézzük át ezt a belteret, amin igen sok mindent változtattak. A belterén is látszik, hogy sokat kommunikáltak az ügyfelekkel, mert mondjuk számomra is olyan magától értetődő dolgok vannak. Kezdjük is mondjuk itt a tablettel, meg is indítom. Figyelj! Azért hallani dízelen, hogy nem ugyanaz. Tehát hogy van még kettővel több henger, mint amit megszoktunk. Amit először meglát az ember, az ez a nagy tablet. Ez egy 12 colos portré elrendezés, tehát álomformátumú érintőképernyős kijelző, ismert, majdnem úgymond ugyan ez a tablet a Mustang Mach-E-ből. A Rangerben alapfelszereltségként 10,1 colos van, de a Wildtrackben normálisan alapfelszereltségtől ez a 12 colos jön, és itt is egy 8 colos digitális kijelző lesz, hogy minél több mindent láthassunk. De, nagyon fontos, megtartották a klímapanelnek pár fizikai tekerőjét, tehát azt, hogy hova fújja a levegőt az autó a levegőrostélyokon keresztül. Tudom, itt is nagyon jó. Azt így a képernyőről állítjuk, de legalább a fő fontos dolgokat, a hőmérséklettekerőt, a hangerőt, azt, hogy mit, hova, mennyire fújjon, tehát arra gondolok, hogy erősség és mondjuk max légkondi az ablakra, azok lekerültek ide, meg a vészvillogó is. Ez azért baromi jó szerintem. 2 pohártartó itt középen, egy ilyen műtyő, mindenféle tartó, telefon, bele lehet állítani, de ugyanakkor a telefonnak van vezeték nélküli indukciós töltője, előre is jutott egy USB-C, egy USB, és akkor továbbjében itt van a 10 fokozatú automata váltónak a váltókarja, fixen 10 fokozat, ehhez nem is lehet, mást a kisebb motorokhoz, majd menet közben megbeszéljük, lehet még manuális, de igazából nem is kell, teljesen jó ez. Elektromos kézifékkar, maga ez az offroad gomb, ami fölhozza
egyszer a hátsó kameránkat, plusz innen rögtön be lehet állítani, pontosabban lokkolni lehet, tehát összezárni a hátsó diffit. Van még a drive mode választónk, amivel ugye lehet mindenfélét variálni, alapból normálban indul az autó, de van echo, tow, tehát a vontatás, van a csúszósabb, van a sáros, és van a homokos. Erre van, amire automatikusan bekapcsolja az összkereket, és zárja, mint jelenleg is, a hátsó diffit, de magunktól kell áttenni 4L-be, mert hogy úgy van, hogy 4H, 2H, 4A, általában szerintem legtöbben ebbe fogják használni, automatikus összkerék, amikor kell, belehajt elől is, de alapból csak hátul, és van a 4-es összkerék felező, ami meg akkor kell, amikor nincs sok tapadás, sárból akarsz kijönni, stb. Stb. Anyaghasználatban itt is fejlesztettek, mint ahogy a hátsülésnél, tök jó tárolók kerültek ide, még kesztyűtartónk is van, még ide beleszórós tárolunk, nagy a hely, messze van a jobb oldali ülés, már-már tényleg ilyen amerikai pick-up-os feeling, és ezt szerintem nagyon fogják szeretni azok, akik ilyenre vágynak, mert eddig is azt nézegettük, nem? Mindig, mikor meglátsz egy pick-upot, ú, az F-150 milyen, ú, a Dodge Ram milyen. Ez most már majdnem egy F-150, csak még el tudsz vele gurulni, 2 méternél keskenyebb, úgymond elférsz az utcán. Kormányon is megmaradtak a fizikai gombok, meglepően jól lehet állítani, ha megnézitek, tehát teljesen személyautós ezek a beállítások, bőven meg lehet találni mindenkinek azt, ahogy szeretne ülni. Ami nagyon fontos még, hogy előre bele lett építve 6 darab ilyen kapcsoló, aminek ott elő 10 amper, kötője 30 amperes biztosíték doboza van, és ezzel még rá lehet kötni plusz dolgokat, amit akkor így, tehát előre van vezetve rögtön a kábelezése, és még egy plusz aksi hely is van, amit megmutatok vágóképen, arra, hogyha ezeket eloperálja. Gondolunk itt csörlő, plusz lámpa, jó nagy LED lámpa ide föntre, vagy az orra, olyan offroad dolgok, amik amúgy kelhetnek egy ilyen pick-upra, ha nem közúton használják, és ezt most már nem kell így furogatni, meg ide kábelezni, hanem csak ott kell rákötni, és a kapcsolóiddal nyugodtan tudsz játszani. Olyan jó hangja van, ilyen felszállós, ilyen pilótás. Én is pont gurulok vele először, szóval ezt így ejtsük meg együtt. Beszéljük át a motorpalettát. Ha valaki nem a legerősebbet, de azt kell venni, nem ezt a V6-os dízelt szeretné venni, akkor ott van a 2 literes turbó dízel. Lehet egy turbóval és kettő turbóval választani. Az egy turbós, az lesz ugye a belépő motor, a 170 lóerő, 405 Nm lesz. Ez lesz az, aki tényleg igazából a fapadot keresi, mindennapi csak munkavégzésre, és azt akarja, hogy minél kevesebb legyen a fogyasztása. És tényleg azt számít neki mondjuk, hogy a plató legyen, és mert ha ráteszel egy tonnát, ugyanúgy el fogja mozgatni, nem számít neked az, hogy vontas. A középút lesz igazából az előző Ford Ranger Raptor motor, a 2 literes EcoBlue biturbo, amely ugye 205 lóerő, 500 Nm. És akkor lesz ez, ami a normál Rangernek a teteje, a 3 liter V6 dízel, és ott van a Ranger Raptor, ami ugye tudjuk, hogy V6 benzin biturbo. Érdekesség, hogy ez 11 mm-rel rövidebb, mint maga a Ranger Raptor, hogy ez az apró toldások miatt, de tengelytáv, nyomtáv megegyezik. Hátul ez laprugós, tehát csak a Raptor maradt tekersrugós hátul, de most így elsőre, és ehhez meg kell tényleg egy hosszabb teszt, de kényelmes. Ezt is mondták, hogy próbáltak rámenni arra, hogy a hétköznapi életben minél kényelmesebb legyen egy ilyen autó, és működik. Tudja? Most próbálom úgy jobban dönteni, dőlöngéltetni. Nem egyszerű kimozdítani. Nagyon érdekes. Nagyon durva, hogy már miket meg tudnak csinálni egy ilyen autóval. Komolyan. A 10 fokozatú váltó, most lepadlózom, hát gondolkodik egy kicsit, mindig is fog azért, de igen jól működik. És még talán kicsit kis fütyülés is van a motortól. Nagyon izgalmas, tök jó. Nagyon buli. Az offroad képességében nem is kételkedem, biztos, hogy tudja, és ezáltal, hogy még jobbak lettek a terepszögek, egyértelmű, hogy szeretni fogják. Pár érdekesség ugye, hogy miért kellett ez a motor előrelépés. Azzal, hogy nehezednek a dolgok, mint egy hétköznapi autó, és benne adjuk kb. Ugyanazt a lóerőt, mint eddig, amit ismertek az emberek, akik ezt használati szinten, napi szinten terhelik, használják, nekik kellett valami több, és ugye a Toyota Hilux meglépte ezt az erőssel a 2,8 literes dízelével, ami 204 lóerő, kb. Ugye 500 Nm, tudja ezt, amit kell, és azt nagyon szerették, meg hát Toyota nagyon megbízható.
A Fordnak is kellett valamit lépni, és ezt nem csak Magyarországon természetesen, ez világszinten kellett valami komolyabb, kellett még durvább. Az fix, hogy sikerült szerintem ezt elérni, és nagyon durva, hogy itthon is Magyarországon 44,5%-os piaci részesedése van a Ford Rangernek, ezután is biztos, hogy kapkodni fogják. De mielőtt még megnézzük az árakat, menjünk már egy kicsit offroadon. Hát ez mindig jó, hogy tök jó itt a környék, gondolsz egyet, hopp, itt egy kis offroad rész. Sok időnk nincsen, mert lassan vissza is kell vinni az autót. Szerintem érzitek, hogy ja, hát ezt ugyanúgy tudja. Nincs benne semmi extra. Alul vannak védőlemezei, és rendes acéllemezek, nem műanyag. Védi a tangot, és védi a motor alját, meg hát inkább a váltót, hogy ilyen bukkanókat tök simán megcsináljon. Tényleg, imádom ezeket az autókat. Hétköznapi vezetés, és már régen a semmibe vagyunk, a sehol, a tényleg. És csak így... Elképesztő. Képesztően elhiteti veled, hogy ez erre való. Pedig tudom, hogy a Raptor sokkal többet bír, de nézzétek meg. Még egyszer nem koppant oda, pedig voltak komolyabb mélyedések. Nagyon jó kezek. Aj, de jó kezek, Istenem. Nem voltam benne biztos, hogy tudunk ilyen gyorsabb offroadozást mutatni nektek, de sikerült. Na és akkor az árak. Most már visszatértünk ide az autóútra. Kiteszem ide a felszereltségeket, mert van egy jó pár. A lényeg. 12.845.000 forinttól nettó ez az érték. Annyitól indul az alap-alap Ranger, amit említettem, a 2 literes dízel egy turbós motorral. Egy Wildtrak a kisebb motorral, tehát a biturbo 2 literes dízellel, 16.840.000 forint nettó, és akkor a Wildtrak ezzel a motorral, ezzel a jó kis duruzsoló V6-tal, meg már említettem ugye, hogy amerikai piacon született, aztán már beletették ebbe a Rangerbe is, 17.810.000 forint nettó, ez 22.400.000 forint környékére jön ki bruttó. Az nagyon sok. Ahhoz képest, ha valaki használati eszközként akarja venni, és szeretné használni 2-3 évig. Ugyanakkor meg drágulnak a használt Rangerök is, nem is kicsit, ha megnézitek. Tehát itt inkább valószínű az fog dönteni megint csak a márkahűség. Eddig is ezt szerettem, most is ezt fogom. Aki meg ugye vacilál, hogy Hilux vagy Ranger, ott szerintem inkább az fog dönteni, hogy melyikből van hamarabb, mert megint csak ezt az autót használni akarjuk, vagy cégre akarja venni, akkor egy X időn belül akarja megvásárolni, X időn belül akar beleülni, akkor lehet inkább ezt fog dönteni. De ezzel a beltérrel azt gondolom még egy ilyen plusz szól a Ranger mellett, mert ez igen high-tech lett, de ugyanakkor jól használható, kényelmes, természetesen nagyon jól kilátsz belőle, hát fönt ülsz az egekben, hátra is jól látsz, jól pakolható ez a, hát csomagteret akartam mondani, ez a plató, akár arra, hogy szerszámokat, mindenféle terméket szállíts vele, akár arra, hogy becuccolj oda a bőröndel, és elmenj vele A-ból B-be. Nagyon összerakott autó lett, ezt éreztem a Raptornál is, csak ugye az a vigyorgós, és ugye tegyük hozzá, hogy a Ranger tudja ezt is, hogy tud egy vigyorgós performance pickupot kínálni Európában, ami meg különleges és egyedi, és mellé tudja ezt tenni, hogy a hétköznapi kevesebbet fogyasztó palettájáról is választhatsz, ráadásul ilyen beltérrel. Ügyesen csinálják, tehát hogy már kormányfűtés, ülésfűtés akár benne. Le a kalappal tényleg a Ford, ezt nagyon érzik, és hát tudják is, hogy itt kell profitot termelni, mert ezeket az emberek használni fogják, és ők is profitot szeretnének vele termelni. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, jövünk további tartalmakkal, nézzetek át Facebook, Instagram, TikTok, YouTube-on is nyomulunk tovább, megköszönöm a feliratkozó és tolsz ide egy lájkot. Jövünk további tartalmakkal. Jók lehetek, sziasztok! Porol, megy, jön, aj, de tudja.